Tíz csapat köztük a bánya és diákokból álló membrén jutott be a Magyar Tudományos Akadémia középiskolai tanulmányi versenyének döntőjébe. A csapatot Ádám Zsófia, Hajnal Balázs és Nyíri Katalúca alkotja. Ahogy a fiatalok elmondták, a gyakorlatban az elmúlt 7-8 évnek köszönhetik a sikert. Mi most ketten vagyunk itt, mint felkészítő tanárok, akik a csapatot segítették, de mindazok itt állhatnak, akik a nyolc év alatt tanították őket, mert ez egy komplex verseny volt, igényelte azt, hogy tudjanak eszét írni, tudjanak videót készíteni, tudjanak angolul, tudjanak értőn olvasni, ismerjék a fizikai, a kémiai, a biológiai összefüggéseit a fenntartható fejlődésnek, és mint szintetizálják magas szinten. Az MTA meghívásos versenyén a tudományt népszerűsítő alumni program résztvevői mérhették össze tudásukat a klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében. A versenyen 686 hazai és határon túli csapat indult, de csak a legjobb tíz jutott a döntőbe az első két forduló kihívásai után. A környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekből állt. Itt uh, gyakorlatilag egy tényelgot kellett uh, visszaadnunk, de egyébként nekem azért tetszik ez a verseny, mert nagyon kreatív és sokszínű, és úgy érzem, hogy releváns a mai világhoz. Olyan szempontból volt nehéz a verseny, hogy még nem találkoztunk igazából ilyen versennyel, mert igazából egy forrásanyagot, egy úgynevezett tudástárat adtak meg, és abban kellett megtalálni a megfelelő információkat, és úgy értelmezni, hogy azzal meg tudjuk oldani a feladatokat. Nem pedig egy ilyen lexikális tudást igényelt, amit már korábban megszerezhettünk volna. A verseny komolyságát és egyúttal a feladatok nehézségét jól mutatja, hogy összetett kérdéskörökben kellett bizonyítaniuk tudásukat, és olykor találékonynak is kellett lenniük. Volt egy olyan feladat, hogy ha az iskola kapna 20 millió forintot, akkor hogyan és milyen módon csökkentenék az iskola karmonnám nyomát, erre kellett egy eszét írni. Ez ugye mennyiségi összefüggéseket mozgat, ez a fizika majdnem teljes részét mozgatja és ismerni kell az épület adottságait. Tehát nem csak, hogy a tanári arra kellett kapcsolatot tartani az illetékes tanárokkal, a hozzáértő tanárokkal, hanem a gondnokunkkal is, aki meg tudta mondani a paramétereket, hogy éppen olyan beépítve. Egy másik feladatot említve, ugye adtak a diákoknak egy fogalmat, amiről rövid filmet kellett készíteni. Ennek óriási sikere lett. Ez ugye azt mutatja, hogy kevés a fizika, kémia, biológia, hogyha az ember nem ért a számítástechnikához. A csapat az említett videóban a passzív ház fogalmát magyarázta el közérthetően. Elég érdekes volt a verseny. A többi versenyhez képest igen szokatlan feladatok voltak. Több fogalom közül lehetett választani, mi a passzív házat választottuk, és igazából több rétűen néztük át a lehetőségeinket. Először bemutattuk, hogy majd a passzív ház fogalmát, utána pedig, hogy ez így éves energiafelhasználásban hogyan viszonyul más épületekhez, és utána pedig kitértünk a passzív ház részeire, hogy mire kell figyelni. A diákok már ennek az eredménynek is nagyon örülnek, azonban mindent megtesznek a győzelemért, hiszen a legjobb csapattagjai és felkészítő tanáruk európai tanulmányúton vehetnek részt, amely során magyar kutatók vezetésével meglátogatják a CERN-t és a Franciaországban épülő kísérleti fúziós erőművet, az ITER-t. Nagyon jó érzés, és még az is, hogy a főnyeremény is nagyon érdekel minket. Persze az is nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, de azért így fizikafaktosként egy cerni vagy egy fúziós erőműbe való látogatás az elég kecsegtető ajándék. A döntőben tehát a három fős középiskolás csapatok a klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében mérik összetudásukat március 4-én az Akadémia Budapesti székházában.